Úgy döntöttünk, hogy kisegítjük a YouTube-ot. Ezért minden nap megosztunk néhányat a Trend FM legjobb beszélgetéseiből. Kövesse a Trend FM-et online is! Nagyon nem értékelték pozitívan a befektetők az elmúlt napok két fontos technológiai gyors jelentését. A Netflix jelentése után több mint 8%-ot zuhant a részvényárfolyama, a Tesla jelentését követően pedig 9%-os volt ez a zuhanás. Pedig, hogyha a Tesla számait nézzük, azért azt láthatjuk, hogy az amerikai elektromos autógyártó csak nem 480 ezer autót állított elő, ez 86%-os növekedés egy év alatt, és az értékesítések volumene is rekordösszegűre nőtt, 47%-kal 25 milliárd dollár közelébe. Nyilván azért ebben szerepet játszott az áremelkedés is, bár a Tesla kapcsán ez pont annyira nem releváns talán, mert hogy egyfajta árcsökkentési versenyben van a kínai konkurenciával, de majd erre is kitérünk. Először is ön szerint hiába jók a számok, miért értékelték ilyen negatívan a befektetők ezeket? Hát azért szinte azt lehet mondani, hogy végre látunk nyereség realizálásokat is, mert azért nem kell elfelejteni, hogy honnan jön a Tesla. Csak az idén, az év eleje óta, attól függ, hogy melyik devizát nézzük, de olyan plusz 130-140%-os emelkedést láttunk. Tehát, hogy ezeken a szinteken egy 10-15-20% is kilélegzés egy részvénynek megtörténik, ez szinte szükséges és egészséges. Ez az egyik oldala. A másik pedig, hogy persze, hogy pont Elon Musk felmutatja azt, hogy további is egyedi útakon jár, és mindenki, aki a Teslával foglalkozik, egy bizonyos formába egy egyedi álló technológiai fogadásba megy vele, aminek a végét még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz. Na ez nagyon fontos, tehát akkor továbbra is megvan a Teslának az az innovációs ereje, amely tényleg elsőprő hype-ként szállította a magasabbnál magasabb részvényértékeltségeket, és talán tette túlértékelté is a Teslát, szóval még mindig ott van ez az innovációs erő, ez a bizalom abban, hogy a Tesla valamilyen forradalmian újat fog létrehozni? Hát Elon Musk egyedi úton jár, ő lehet, hogy minden nap enélekli Frank Sinatra-nak az I Did It My Way dalát, mert az elektromos autó témába ugye belement, de ott már nem egyedül van, ott nagyon nagy a konkurencia. Itt most ő azzal tud nyerni, hogy tömeget kell eladjon, és itt megvan neki a lehetősége tovább is a marzsot csökkenteni, a 18%-os marzsban még van elég tartaléka, hogy ár dumpingba menjen bele, és így a tömeg eladásba menjen bele. Ez neki nagyon fontos a második fontos témához, az az autonóm vezetés, mert oda adatbázisokra van szükség, és mindenki, aki majd Teslába beül, amellett, hogy egy Teslát vezet, vagy egy Teslába ül, Elon Musknak gyártja az adatokat az AI irányába, és a mesterséges intelligencia a következő lépés, amit az autonóm mobilitásnál fel akar használni Tesla, és így a sajtókonferencián csak egy pici mondattal el is ejtette azt Elon Musk, hogy akár a programokat licenz alapon más autonóm autókat építőknek is el akarják adni. És a harmadik téma pedig lesz a Cybertruck. Ott a hét elején a harcot kijelentette ugye Ford is, hogy az F-150-es e-truckot azt jóval olcsóban, 10 000 dollárral olcsóban adja el, tehát ott is beszáll Ford ebbe a versenybe. Egyébként ez az árcsökkentési verseny, illetve hogy tömegtermékké próbálja tenni a Teslát, ön szerint eredeti koncepció is volt néhány év után a Teslánál, vagy Elon Musk fejében, vagy abszolút a kínai versenytársak kényszerítették erre rá? Pillanatilag itt úgy tűnik, hogy ez Elon Musknak egy külön elve, főleg az autonóm vezetés irányába, ő újra és újra hangsúlyozza, hogy amikor a Tesla marzsát összehasonlítják más autót építőkkel, akkor nem jó kategóriába teszik őt, mert véleménye szerint nem a hardware a fontos, hanem a software. Tehát Tesla inkább egy szoftverfejlesztő, amit tiszta véletlen nem laptopokba tesz be, és az asztalon vannak, hanem hát kerekekre állít és a garázsba állnak. És ehhez neki adatbázisra van szüksége, a tömeg tudja neki azt az adatot adni, és a mesterséges intelligencia témában azt látjuk, hogy azok fognak tudni
nagyon jól dolgozni, akik minél több valid adatokkal rendelkeznek, mert a mesterséges intelligencia modellek attól függenek, hogy milyen adatbázisból tud meríteni a rendszer, és itt Tesla megint saját útakot jár, megvan a saját mesterséges intelligencia vállalat, alapítása már startupként, és saját technológiát épít fel, nem lézerre építve, hanem kameratechnikára, ami olcsóbb, de nem annyira pontos. Tehát ez a fő kockázat a jövőre nézve. Még meg lettem volna lepve, hogyha pont nem Elon Musk akar nagy szeretet kihasítani magának a mesterséges intelligenciából. Ez mennyire újszerű egyébként az ő elgondolásaiban, mert ugye az igazi mesterséges intelligencia hype az januárral kezdődött, vagy ezzel az évvel kezdődött, de hát itt a nagy vizionáriusok, mint Musk, azért lehet, hogy már tavaly is, meg az elmúlt években is bőven utalgattak erre, hogy ez lehet az új irány. Ja, hát ez teljesen tisztán jön, és hogyha adatbázisokról beszélünk, akkor az adatok felhasználása azt csak technikai rendszerek tudják megoldani. Az a gigantikus adatmennyiség, ami eddig van, és napról napra egyre többet gyártunk, ezt emberi erővel már ki van zárva, hogy valamilyen formában fel tudjuk használni. És csak hogyha ennek a hétnek a jelentéseit megnézzük, és csak 12%-a a tőzsdei kapitalizációnak jelentett ezen a héten, a valódi mise a jövő héten lesz, 48% tőzsdei kapitalizáció jelenteni fog, és azt fogjuk hallani, hogy egymás után egyre több és több cég említi azt, aki ezt már nem teszi, annak az inkább rossz a bizniszmodellébe, hogy gondolkozik azon, hogy a mesterséges intelligencia eszközöket milyen formába tudja implementálni a bizniszmodellébe. A héten ebbe Microsoft egy nagy lépést tett. Egyébként az AI implementálása a business modellbe és az ebből fakadó tőzsdei hype vagy a befektetői bizalom megnyerése az jellemző például a nagy bankokra is? Tehát, hogyha mondjuk a Morgan Stanley jelzi, hogy hatékonyabbá tesszük a működésünket az AI-jal, az szintén egy hívószó a befektetők számára, és nem csak a technológiai társaságokra vonatkozik mindez? Hát a pont a banki szektor egy nagyon érzékeny téma, ugye a bankok már évek óta, szinte évtizedek óta azt lehet mondani, hogy küzdenek az ellen a rémkép ellen, hogy a technológia, a mesterséges intelligencia, a fintech modellek őket leváltják, és itt a bankok egyelőre ezzel még nem nagyon játszanak, ez inkább azt mutatná, hogy ők saját magukat erodálnák. Pont a pénzügyi szektor, a banki, hagyományos banki szektornak nem ad háttérerőt az AI bevonása, hanem ott az inkább erodálná tovább is a bizniszmodelleket, de egyre több más iparág valójában ezen nagyon hangosan gondolkozik, főleg hatékonyság, költségcsökkentés, és ez általában a személyzetet érinti, ezekről az oldalakról, mivel csökken az infláció. A következő sztori, amit a tőzsde mostantól fog kezdeni piszkálni, az az lesz, hogyha csökken az infláció, akkor a marzsok mennyire csökkennek vissza, mert most már elég sok iparág túlértékelt. 19-20-as szinteken már azt lehet mondani, hogy a nyereségek nagyon magasak kell legyenek, hogy az árfolyamok tudjanak ezen a szinten tovább is maradni. Az infláció csökkenése mely ágazatok számára jelent majd problémát, vagy mely ágazatok számára lehet kedvező, hogy látja ezt a kérdéskört? Infláció összefüggése a profitokkal? Hát csak azért is kérdezem, mert egyre hangosabb az a diskurzus, hogy azért a vállalatok inkább profitálnak az inflációból, mert hiába nőnek meg a költségeik, azért mondjuk úgy rejtetten nagyobb mértékben tudnak árat emelni, mint az indokolt lenne. De hát ez egy átmeneti helyzet. Ugye az infláció két oldalon történik meg, és vannak az előindikátorok, az előjelző jelek, amik már egy jó fél éve csökkennek. Ez inkább a beszerzés oldalán történt meg, a beszállítási láncok helyreálltak, a nyersanyagok, az előállítási anyagok. Tehát a beszerzés oldalán a csökkenő inflációból profitálnak még a vállalatok. Mert persze, hogy azonnal a végárakat nem kell csökkentsék, a fogyasztó infláció az sokkal tovább még növekedett, és ez a rés megadta a vállalatoknak elég szépen a lehetőséget 2023-ban is sokkal magasabb nyereségeket felmutatni, mint amire a piac számított. Ez volt a meglepetés sztoria 2023 első fél évének. Viszont akkor a fogyasztó infláció is most már csökkenni fog.
most kezdődik a fogyasztóinfláció és csökkenése, és hát a vállalatok kényszerhelyzetben jönnek, plusz elkezdődik az árverseny, és itt jön most a marzs vitája, amit egyre gyakrabban fogunk hallani. Jövő héten pénteken beszélgetünk, akkor meglátjuk, hogy a jövő héten hányan hozták ezt is szóba, és a kilátásoknál ez érdekes téma lesz. Hány százalék? 17 százalék jelentett eddig? 12 százalék tőzsdei kapitalizáció érték ezen a héten, a jövő héten kb. 48 százalék, tehát ez lesz a valódi nagy mise. Úgy döntöttünk, hogy kisegítjük a YouTube-ot. Ezért minden nap megosztunk néhányat a Trend FM legjobb beszélgetéseiből. Kövesse a Trend FM-et online is!